Egy szikrával több címmel indított szakmai fórumsorozatot a Szikra Alapítvány, a Kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Nyelvis Kommunikációs Munkacsoport, valamint a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével és támogatásával, melyre február és március hónapban várják az érdeklődőket. Az első előadást a polgármesteri hivatal tanácstermében tartották február 27-én, melynek két fő témája a generációk jellemzése és a generációk közötti kommunikáció volt. Pap Mónika, a Szikra Alapítvány ügyvezetője elmondta, a fórumsorozat a Szikra Önkéntes Közösség Kialakítása című projekt keretében valósul meg, amely összesen 4 előadást ölel fel bölcsészettudományi tématerületekről. Miskolci Egyetemről érkeznek a Szikra Alapítványnak az önkéntesei, akik előadást fognak tartani, és helyi partnerünk az Idővár Kulturális Nyugdíjas Klub, amely szervezettel hosszabb évek óta működünk együtt, több programot valósítottunk meg, generációk közötti együttműködés segítése volt elsősorban a célunk ezekkel a programokkal, és ez a mostani előadás sorozat is ehhez az eszméhez, elvhez kapcsolódik. Itt a fiatalok tartanak rendhagyó módon előadást a szépkorúaknak. A generációk együttműködésével megvalósuló fórumsorozat nyilvános, melynek következő időpontja március 1-e, 14 óra. Helyszíne pedig Kazincbarcika polgármesteri hivatala lesz, témája pedig a digitális világ és kommunikáció a generációk között.